A csoportmeccsek során elsőként a debreceni KA gárdájára lépett pályára a társaság, mely riválisától fokozatosan leszakadva 80-68-as vereséget szenvedett. A második összecsapáson a szombathelyi SIKA alakulata várt a fiúkra, akik remek kezdés után a végjátékig jól tartották magukat, aztán 79-70-re alul maradtak. Az Alakerámia ZTLKK együttese elleni harmadik találkozón az ellenfél az első félidőben elhúzott. A dombovári kosarasok a harmadik negyedben szenzációs akarással visszakapaszkodtak, ám a folytatásban ismét a zalaiak kerültek fölényben, akik végül 72-66-ra nyertek. A dombovári KKE csapata csoportjában a negyedik lett, ezért a másik négyes harmadikjával küzdött meg elsőként az 5.-8. helyek egyikért. A MAFSZ gárdájának dolgát csak az első felvonásban tudta megnehezíteni a társaság, azt követően a fővárosiak akarata érvényesült, akik számos leindításos támadás zárásaként zicsereket értékesítettek, és 98-60-ra győztek. A vasárnap délelőtti matinén egy másik budapesti együttese hozta össze a Sorsa DKK alakulatát, melynek tagjai felszabadultan kosárlabdázva 78-60-ra győztek a Kőbányai Zsíros Akadémia együttese ellen. A fiúk büszkék lehetnek a teljesítményükre, annak ellenére is, hogy végül a 7. helyet szerezték meg a tabellán, mert hasonlóan erős mezőnyben még soha nem léptek parketre, a szituáció nem csak nekik, hanem trénereiknek is szokatlan volt. A mérkőzés sorozat kiválóan alkalmas volt arra, hogy megfelelő tapasztalatot szerezzenek a srácok, valamint edzőik a kiélezett helyzetek kezelésében.